Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 2-1-re kikapott az Alaegerszegtől a Kisvárda Mastergood. Vereséget szenvedett Körmenden a Marsónyíregyháza. 40 érmet szereztek az Izsó Mihály emlékversenyen az újfehértói kempósok. A Szolnokkal sem bírtak a nyíregyházi tekézők. Speciális foci tornát rendeztek a Zai csarnokában. Hazai pályán szenvedett vereséget a Kisvárda Mastergood. Sós Imre együttese az Alaegerszeget fogadta, és a vendégek 2-1-es győzelemmel távoztak a várkerti pályáról. Egy jó mérkőzés volt a csapat az első fél időben. Talán azt is tudom mondani, hogy a szezonban a legjobb játékát mutatta. A második fél idő az már kiegyenlítettebb volt. Én inkább azt mondom, hogy két olyan óriási egyéni hiba döntötte el ezt a mérkőzést. Nekünk szerintem több helyzetünk, több lehetőségünk volt, mint az Alaegerszegnek, amelyet ezen a szinten nem lehet megengedni. Ugye mindig az idősebb edzőknek a mondásait azt azért úgy magamon is szoktam viselni. Egy dologban van egy kis hiba, az pedig az, hogy ugye az is egy örök futballszabály, védj egy jó kapust. Ezúttal vereséget szenvedett a csapat, és a gólok is, ha lehet azt mondani, a legrosszabbak jöttek, hiszen közvetlenül a szünet előtt és rögtön az egyenlítés után. Igen, hát még itt visszatérve az előző mondandómra, úgy gondolom, hogy azért az Alex nyilván a kora miatt, nem is azt mondom, hogy nem tehetséges játékos, hát azért 49-szer szerepelt a magyar ifjúsági válogatottban, hanem inkább még rutintalan ehhez az osztályhoz. Ő a szabálynak a kedvezményezettje, hogy játék lehetőséghez tud jutni. Ebben mindenféleképpen fölénk nőtt az Alaegerszeg, hiszen ott azért a kapus maga biztosan azt az egy-két adódó lehetőséget, ami nekünk volt, azt tudta hárítani. De összességében a csapat jól dolgozott ezen a mérkőzésen, sajnálom, hogy ezt nem sikerült megnyerni. Tragédia nem történt, hiszen a pozíció még mindig jó a tabellán, viszont most lesz egy kéthetes szünet, mire lehet felhasználni ezt az időszakot, utána még két mérkőzés következik. Ugye ilyenkor a bajnokság vége felé azért már nehéz ugyanúgy tűzbe tartani az társaságot, de hát nekünk csinálni kell, dolgoznunk kell. Sopron is nyert, hazai pályán megvette a Szegedet, úgyhogy az is egy jó mérkőzésnek ígérkezik. Remélem, hogy a következő hazai mérkőzésen itthon fogjuk tudni tartani a 3 pontot. Már csak azért is, mert hogyha ebben a ritmusban fogunk tudni mérkőzéseket játszani, hogy 5 meccs óta veretlen volt a csapat, akkor úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. A mérkőzés előtt a legtöbben azt várták, hogy két nagyjából azonos erői csapat csatájából azt kerül, hogy győztesen még kevesebbet hivázik és jobban kihasználja a kevés adódó lehetőségét. Végül is így történt, így látja? Nagyon jó kezdett a Kisvárda, azt a játékot játszották, amire készültünk egyébként, azért is játszottunk célfutballt egy kicsit. Alaphelyzetben nem azt a játékot játszottuk, amit általában szoktunk, hát meg is akartuk lepni őket egy kicsit ezzel. Nyilván, hiszen egy fegyverüket elveszítették a letámadást, amit jól csinálnak, és kicsit a hátsó alakzatot vettük célba, hogy ott próbáljunk meg labdát szerezni az ő térfelükön, a előrúgott labdákból, visszatámadásokból. Hát helyel közel sikerült, mert mindig mondhatnánk ilyet, hogy most ebből lett a gól, vagy nem volt, most ez nem kérdés. Egy biztos, hogy nem a mi játékunkat játszottuk kimondottan, kicsit célfutball volt, a Várda nagyon jó benyomást tett rám, mint egyébként is, tehát főleg az első 20-25 percig nagyon veszélyes volt. Benne volt a meccslabda is, hiszen a kapusunk védett kétszer, hát inkább az egyik volt nagy védés, amikor 2-1-be kiszúrta, hogy mi következik, a többi, tehát az benne van a pakliba, de akkor azért tartottam attól, hogy a nyomás alatt megtörünk egy kicsikét. Nagyon jól jöttek, nagyon jól csináltak, sokat passzoltak, sokat volt náluk a labda, mi térfelünkön, a mi védőharmadunkba tudtak tartani egyszer-egyszer időnként percekig is minket, ami nem jellemző egyébként, de szerencsére ezt megúsztuk, és a másik fődőben már azért látszott, hogy mi se vagyunk vakok. A szélzett gól soha nem jön rosszul, de talán most lehet azt mondani, hogy a kézzel a legelszegi gól a lehető legjobbkor jött. Az biztos, hogy azért van a gólnak lélektana, tehát mi is kaptunk sajnos ilyen gólt, hogy már indultunk volna befelé ebbe a bajnokságba, az öltözőbe is akkor kaptunk gólt. Hát ez is pont ugyanilyen volt, és ezek nem igaziak. Mi most a múlt mérkőzésen pont
egy nagyon nagy zicsert hagytunk ki, tudtunk volna egyenlíteni a befejezés félidő előtt, és ahogy kijöttük, rögtön gólt kapunk, tehát az mind a kettő durva volt. Hát most szerencsére ez fordult egy kicsit, és így azért könnyebb volt ezt a lehetőséget meglovagolni. Az Zalaegerszeg jó pozícióban van a tabellán, és tavasszal nagyon sok meccset játszik otthon. Elvárás, kimondott cél az NB1? Nyilvánvalóan tulajdonos szeretné, egyébként biztos vagyok benne, hogy mindenki, hát én is, de én speciál azt mondtam, ha azt várják tőlem, hogy ide jövök és fölkerülünk, most első évben, akkor nem megyek oda. Már volt olyan csapat, ahol én kaptam egy évet arra, hogy fölvigyek valakit az első ligába. Nem sikerült, nem hosszabbítottak velem szerződést, oda ment egy másik, azt mondták, hogy kap 2 évet. Most 2 év alatt egyébként kicsit könnyebb lett volna nekem, hiszen össze kell rakni egy csapatot, ami azokat az elveket tudja, amiket én szoktam követelni a csapatoktól. Én szoktam választani embereket ahhoz a játékhoz, de olyanokat, akik a klubnak is megfelelnek, tehát nem én embereim, mert nekem nincsenek embereim, hanem egy típus, egy játékos típus kell, és akkor már azért elég sokszor sikerült fölmennem az első ligába másodikként is, meg bajnokként is, amikor egy csoportos volt, én mindig akkor nyertem, és ezért mondtam, hogy én egyből nem vállalom. Természetesen élesben nyomjuk, aztán ki hibázik többet. Ha mi nem hibázunk ilyeneket, mint a Siófok például, meg azért Szeged is, többek között Csákvár, akik azért nem annyira veretes csapatok, és ez mind a hárman megvertek minket, egy jó csapatot nem illik. Hogy úgy mondjam, egy jó csapatnak nem illik ilyen csapatoktól, akik nem rosszak, de akkor is csak középmezőnyös, aki fel akar kerülni, az nem kaphat ki, tehát az egyértelmű. És ha ezt mi nem csináljuk, akkor már a mezőkövesd, meg ezt a bravúrt még hozzuk, mondjuk, akkor már a mezőkövesdőt vagyunk jóval, és a csapat ugyanaz. Tehát ilyen szempontból nem mondhatom azt, hogy nagyon rózsás a helyzet, mert kellett volna több pontunk, hogy legyen. Vereséget szenvedett Körmenden a Marsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 7. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 103-69-re verték Sitko Ernő együttesét. A Körmend jobb erőkből áll, és sokkal tapasztaltabb játékosokból. Várható volt, hogy előbb-utóbb magukhoz tudják ragadni a kezdeményezést, viszont egyértelműen a mi hibáink hozták fel őket, és nem kellett volna, hogy ekkora különbséggel kapjunk ki. Úgy gondolom, hogy ha tartjuk azt a megbeszélt és megfontolt játékot, amit az első negyedben nyújtottunk, akkor egy szoros mérkőzést tudtunk volna játszani, amiben bármi benne lehetett volna, de úgy gondolom, hogy nem mindegy, és az is szép eredmény lett volna, hogyha néhány pontos vereséget tudunk szenvedni. A bajnokságnak ebben a szakaszában még az eredményesség mellett legalább ugyanolyan fontos, hogy mennyire épül, mennyire fejlődik a csapat, hol tartunk ezen a téren. Ha azt mondanám, hogy az első negyed alapján fejlődtünk, akkor igazat mondanék. Tehát tudunk olyat is játszani, tudunk úgy is kosárlabdázni, ezt kellene kiterjeszteni egy egész mérkőzésre. A fiataljaink nagyon jól mozogtak ezen a szombati találkozón, Molnár Marci, Kósa Tomi szépen küzdöttek, és azokat a dolgokat megoldották, amiket várok tőlük. Csak hát ugye nekik még kell, hogy rutinuk legyen, a pontgyártásból nem tudják annyira kivenni a részüket egy ilyen mérkőzésen, és ezért kellene olyan, aki ezt meg tudja oldani helyettük. A hétvégén újabb hazai mérkőzés következik, a Kecskemét érkezik a Bemiskola csarnokában. Egy nagyon kellemetlen stílusban kosárlabdázó ellenfélről van szó, viszont gondolom mindenképpen szeretnétek most már lezárni a vereség szériát. Természetesen így van, nagyon kellemetlen a Kecskemét, és összességében, ha megnézzük a játékos állományt, akkor nem sok minden cserélődött a tavalyi évhez képest, és tavaly ők ugye döntőt játszottak. Viszont van egy különbség, Stojan Ivkovics nem ül a kispadon, és úgy gondolom, hogy Stojan nagyon erős kezű és befolyásos edző. Remélem, hogy ez a hiány ez mutatkozni fog a játékukban. Eléggé felemás képet mutatnak, ugye most meg tudták verni a Paks Gárdáját, előtte csak egy mérkőzést nyertek. Mindent összevetve úgy gondolom, hogy akkor sem lehet más célunk, mint a hazai győzelem, amit meg is kell tudnunk oldani. Összesen 40 érmet szereztek az újfehértói kempusok az Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat Újfehértón meghonosító edzőről elnevezett viadalon a csapatversenyben a 3. helyen végeztek a hazaiak. Másfél éve, amikor elvesztettük Misit, már akkor megfogalmazódott bennünk, hogy csinálunk egy ilyen versenyt. Hál' Istennek ez sikerült a mai nappal, és nagyon szép számú versenyző összejött, 115 versenyző, 320 nevezés jött össze, és ahogy Lacz Ádám Millés, a Kempusz Szövetség elnök említette,
ez a verseny minden évben meg fog szerveződni, és jövőre már pontszerző verseny lesz, tehát kvalifikáció nemzetközi és világbajnokságokra. Hány egyesületből érkeztek a versenyzők az ország milyen részeiről? 17 klub jött, köztük egy romániai klub is. Hát ez a Dunántúltól Dunáig, Dunán innen csak szinte mi vagyunk, a többiek mind Pest környéki klubok, és ebből jött ki az a 110 versenyző. Hazai viszonyokat tekintve ez a mezőny milyennek számít? Hát ez a Kempó mezőny, ez a java, tehát ez a legjobbak vannak most. Tehát ezek szoktak menni, ezek a versenyzők a nemzetközi versenyekre, akik most itt vannak. Sőt, ez a verseny is most kvalifikáció. November végén Lengyelországból, Jarozló városában lesz a Jiu-Jitsu világbajnokság, ahova az új fiatal kempósok közül hárman fognak részt venni. Szabó Tibor Benedek, Pásztor Ádám és Kis Krisztián. Majd december elején Budapesten Kempó Európa bajnokság lesz, ahova viszont 7 új fiatali kempóst neveztünk be, és majd a válogatott edzéseken dől el, hogy hova ki fog bekerülni a válogatott keretbe. Egyébként Újfehértón mennyien foglalkoznak ezzel a sportággal, és mennyien vannak most itt ezen a versenyen közülük? A saját klubunkból 16 versenyző van most itt. Amúgy ilyen edzésre 20-25 versenyző is szokott járni, és hát ugye vannak kezdők, és tehát ezt a 16-ot ezeket már mertük itt elindítani, ők köztük is van kezdő, de reméljük, hogy helyt fognak állni ezzel a versenyen. Milyen körülmények között tudnak dolgozni, hiszen vannak az egyesületek világbajnokai, Európa bajnokai, kik a mestereik? Hát mesterünk ugye nincs, mióta szegény Misi meghalt, saját magunkat edzük, a legjobbak edzik a kicsiket, tehát a Pásztor Ádám és a Lovas László edzi a többieket, és reménységünk Lovas László van, akit most a főiskolán edzői szakon felvették, ott tanul, és majd a jövőben ő lesz a hivatalosan is az edzőnk. A két említett világversenyen mi az elvárás az újfehértói versenyzőkkel szemben? Hát nagyon szeretnénk, ha címvédés lenne, mert ugye tavaly ugyanitt Euróbajnokság volt Lengyelországban, és a Szabó Tibor Benedek kétszeres Európa-bajnok lett, meg a Pásztor Ádám is Európa-bajnok lett, meg a Kis Krisztián is, és szeretnénk ezt a aranyérmet, ezt itt megvédenék most ezen a világbajnokságon. Ezen a mostani versenyen mi az elvárás a helyiekkel, hazaiakkal szemben? Itt meg kell nyerni a csapatkupát, ami nem kicsi, tehát nagyon szép csapatkupák vannak, és szeretnénk az elsőjét elhozni. És erre van remény, mert ugye 16 hővel indulunk, és szeretnénk minél több aranyérmet bezsebelni. A hazai viszonyokat tekintve, mennyiségét és minőségét tekintve, milyennek számít az Izsó Mihály emlékverseny mezőnye? Hát el kell mondjam, hogy egy nagyon pozitív meglepetés számomra. Az ország legjobb harcosai jöttek el. 112 versenyzőnk van, 17 egyesület, és több mint 300 nevezés, 320 fölötti a nevezések száma, ami azt jelenti, hogy ez egy kezdő versenyre, tehát ugye az újfehértói Kempó esenek ez az első versenye, és egy nagyon komoly szintű verseny jött létre itt most Újfehértón, amire nagyon büszke vagyok, és szeretném, ahogy a beköszönőbe is megemlítettem itt a harcosoknak, szeretném, hogyha Újfehértón itt a jövő évben ez már egy bajnokságnak, egy pontszerző versenye lenne itt Újfehértón. Ilyen nagyságrendű versenyből egyébként országos szinten évente hányat rendeznek? 8-at szoktunk rendezni. Igazság szerint az a titka mi versenyeinknek, hogy például van egy budajenei helyszínünk, ahol a kezdetekben ilyen 60-70 fő volt, most már több mint 400 versenyző szokott megjelenni ezeken a versenyeken. Ott már szűkítenünk kellett, de én ígérni tudom a helyi szurkolóknak és a helyi egyesületnek, hogy 2 éven belül itt is meg lesz a 400 versenyző. Egyébként Magyarországon hány egyesületben, klubban mennyien űzik ezt a sportágat? Közel 4000 kempós van, és egy 20 klub, 20-25 klub van országos szinten, de ami érdekes, ugye ez egy nyílt verseny. Hát lehet látni majd itt a következő mérkőzéseken, hogy itt van a Gönci tím is, akik ugye kifejezetten a thaiboxszal foglalkoznak, K1-jel, MMA-val foglalkoznak, de eljönnek hozzánk is. Tehát a mi versenyünk azok nyílt versenyek, mert ugye nálunk annyira összetett, ami az előnyünk egyben, a hátrányunk is ugye az átlagember számára, hogy mi nagyon szerteágazóan szoktunk versenyezni. Tehát nekünk egy judó verseny, egy ökölvívó verseny, egy thaibox verseny, egy K1 verseny, az mind benne van a repertoárunkban, és a mi versenyeinkre nagy szeretettel várjuk a külsős szervezeteket, a külsős küzdősportokat is, mert itt igazából össze tudjuk mérni a technikai tudásunkat és a felkészültségünket. A nemzetközi poronon, a nemzetközi szinten hová lehet pozícionálni a magyar kempót? A
világbajnokságon második helyezéseket, harmadik helyezéseket értünk el csapatba. Budapesti világbajnokságon harmadikak voltunk a törökországi versenyen, a második helyet hoztuk el csapatba, ami azt mondom, hogy egy olyan 48-50 ország közül az egy nagyon szép eredmény. Egy mumusunk van a román csapat, ott Romániában nagyon komoly kempó élet van, de rendszeresen magunk mögé tudjuk utasítani a holland, a francia, a német csapatokat, amik szintén erős kempó nemzeteknek számítanak. De el tudom mondani, hogy egy nagyon komoly szakmai műhely munka folyik itt a Magyar Kempó Szövetségnél. Mire lenne szükség ahhoz, hogy még többen üzzék ezt a sportágat, még népszerűbb, még ismertebb legyen? Ilyen versenyekre és ilyen támogatókra, mint amit itt Újfehértón a Nagy Sándor polgármester úrtól megkaptunk, illetve azoktól a szponzoroktól, akiknek ezúton is köszönöm azt a lehetőséget, hogy támogatták ezt a versenyt, mert igazából ehhez elengedhetetlen a támogatás. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy a szülők megnyissanak ebbe az irányba. Mert akár vidéken, akár Budapesten egy kisfiú, egy kislány, hogy el tudjon jönni és megtanulja a küzdősport rejtelmeit, ahhoz egy igen komoly hármas munka kell. Kell egyszer az edző részéről, kell egyszer a tanítvány részéről, és fiataloknál kell a szülő is. Tehát ez egy nagyon komplex együttműködés, de a szülő hozza, viszi, engedi, támogatja a gyerekét, hogy ezekre az edzésekre lejusson és ott legyen, akkor én úgy tudom, az a véleményem erről, hogy egy hatalmas nagy tömegbázisa lesz. Hát itt Újfehértón is egy nagyon jó kis klub van, és el tudom mondani, hogy nem csak a kempó versenyeken, hanem a jiu-jitsu versenyeken is nagyon jó szerepelnek. Tehát ebből a csapatból több versenyző is jön most Lengyelországba a sport jiu-jitsu világbajnokságra, ahol megmérettetjük magunkat. Az Európa bajnokságon több aranyérmet hoztak a srácok, most a világbajnokságon is biztos vagyok benne, hogy érmekkel fognak hazajönni az újfehértói kemposok, és hát a magyar válogatott is. Több mint 42-en megyünk erre a versenyre. Lesz egy Európa bajnokságunk ugye most évvégén, és jövő áprilisban pedig Bukarestben lesz a kempó világbajnokság, ahova oszlopos tagok, most már elmondhatom, az újfehértói kemposok. A Kempó Szövetség elnöke azt mondta, hogy sok támogatóra van szüksége ahhoz, hogy még népszerűbb legyen a sportág, még többen üzzék. Önök miért láttak fantáziát ebben a sportágban, ebben a versenyben? Hát nagyon a küzdősport azért, tehát valamilyen szinten van hozzá közöm, de 21 évig küzdősportoltam, tehát thaiboxoltam. És a másik az, hogy Újfehértón lakom, tehát azért én úgy érzem, hogy szívügyem az egész rendezvény, valamint a fiamnak az első mérkőzése. Hogy tetszik eddig a verseny, mit látott belőle, ahogy elhangzott, az ország legjobbjai vannak itt? Nagyon színvonalas verseny, én úgy látom, nagyon sok a versenyző, és a Tibiék az egyesületen mindent elkövettek, hogy szerintem a legmegfelelőbb mérkőzések legyenek itt, és a színvonalat tudják hozni. Kettős minőségben versenyzőként és edzőként is részt veszel ezen a versenyen. Belülről hogy ítéled meg, milyen a színvonal, milyen a viadal? Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, és a színvonal is nagyon jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy az első versenyünkön vagyunk, nagyon sokan eljöttek, meg is ígérték, hogy sokan jönnek, de örülök, hogy itt Újfehértón ilyen nagy szabású lehetett az első verseny. Sok jó, ügyes, tehetséges gyerek jött, felnőttek is, fullosok mindenki. Ilyenkor van rangsor, tehát melyik a fontosabb, a versenyzői lét vagy az edzői lét? Edzőnek biztos, hogy maximálisan ott kell lenni, hogy biztatjuk és melegítjük az embereket, rendesen ott kell lenni mögöttük, mert most ugye mi újfehértóiak, kicsiket is indultunk, akik első versenyen vagyunk, ezeknek a kicsiknek nagyon kell, hogy ott legyünk, bíztatjuk őket, meg szurkolunk nekik, mondjuk az instrukciókat, hogy mit hogyan csináljanak, mert még nem voltak ilyenen, de versenyzőknek is kemény, mert egész nap azért itt, akik utolsó versenyen neveztek, akik később vannak, egész nap itt izgulnak, úgyhogy kemény mindkettő. Számodra is egy felkészülési verseny, ez a mai, hiszen még vár rád egy világbajnokság és egy Európa-bajnokság. Mi az elvárás magaddal szemben? Hát az Európa-bajnokság az ugye itt Magyarországon lesz, az próbáljuk. Már keményen edzünk rá, a szemikontakt meg ilyenek lesznek, mint ami itt van. De a jiu-jitsu versenyre azt már elkezdtük a készülést, az kemény mérkőzésnek ígérkezik nagyon. Hárman indulunk, Szabó Tibor, Benedek, Kis Krisztián, meg én, Pászor Ádám, de igyekszünk a legjobbat kihozni mindegyik versenyen magunkból. Hazai környezetben szenvedett vereséget a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A Superliga 8. fordulójában lejátszott mérkőzésen a tiszapartiak 6-2-re bizonyultak jobbnak az NTK-nál.
Ezen a szombat délutánon nem sok esélyünk volt a győzelemre, főleg annak tudatában, hogy láttuk, hogy a Szolnok nagyon szerencsésen és nagyon jól párosított, ugyanis mindig a vendégcsapatoknak van meg az a lehetősége, hogy a hazaiakra úgy iratkozik, ahogy azt ő szeretné, de hozzáteszem, hogy csapatfában is jócskán felénk nőttek. A tervezett 3350 fát, amit úgy gondolom, hogy jelenleg tud a nyíregyházi csapat, ezt jócskán felülmúlták, majd 100 fával, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, azon a szombat délutánon csak is a Szolnok diadalmaskodhatott, és így lehetett az, hogy 2-6 arányban a Szolnok győzelemet érhetett haza, és tovább tart nekünk, azt lehet mondani, ez a hosszantartó vereséges sorozatunk. Volt a nyíregyházi csapatban akár átlag fölötti vagy átlag alatti teljesítmény? Átlag alatti teljesítményről szerintem most nem kellene beszámolnunk, mert úgy gondolom, hogy egy jó erős közepes teljesítményt nyújtott szinte minden egyes játékosunk. Bárki emelkedő talán azt lehet mondani, hogy ha kell Dezső 584 fája jelentett, azt lehet mondani, hogy látszik, hogy a Dezső most már újra felfele ágban van ezzel a teljesítménnyel a nyíregyházi pályát illetően. Még a Szlomeszki Tibornak az első sorban az 570 fa feletti pontszerzése mindenképpen dicséretes, főleg azért, mert a Tibornak az utolsó pályán már fájót érdekel. Kellett végigjátszania, de ami a legfontosabb, hogy hozta a fontos csapatpontot. A többi eredmény, ezek az 540-550 fás körüli egyéni teljesítmények, azok meg egy teljesen átlagos teljesítménynek mondhatóak. Bízunk benne, hogy ezekre tudunk majd alapozni, és a közeljövőben mindenki 20-30 fával ezeket a teljesítményeiket meg tudja majd toldani, mert nekünk az elsődleges célunk az lenne, hogy mindenképpen a 3400 fa felé tudjuk tornázni a csapatfánkat hazai pályán, mert mint látszik, ezekkel a teljesítményekkel nem tudunk még egyelőre itthon diadalmaskodni, úgyhogy mindenképpen hiába dolgozunk az edzéseken, azt lehet mondani, hogy teljes odafigyeléssel még sajnos nem úgy jönnek az eredmények mérkőzéseken, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan meg lesz már ennek is a gyümölcse, és végre megszakad ez a hosszú vereségi sorozat, és egyszer már győzelemmel térünk haza, vagy pedig Nyíregyházán újra győzelmet ünnepelhetünk. A következő fordulóban az újonc Vasasszonyfához utaztok Szombathelyre. Milyen esélyekkel léptek a dobóállásba? Azt lehet mondani, hogy a feljövő újonc mindenki úgy tekintett rájuk többnyire, hogy valószínűleg az alsó alakzatba fognak majd tanyázni, vagy akár egy kieső jelölt csapatról lehet szó. Azonban ez már nem teljesen van így. Legutóbbi hazai mérkőzésükön a Szolnokot verték meg, akitől most jelenleg kikaptunk, illetve hozzáteszem, hogy a mostani hétvégének a vaskos meglepetését is ők szolgálták, ugyanis a Ferencváros otthonában 4-4-es döntetlen tudtak játszani, mégpedig úgy, hogy csupán 5 fával kaptak ki csapatfába, tehát ez azt jelenti, hogy végig uralhatták a mérkőzést, és az utolsó dobásokba tudott csak fordítani a Fradi, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy a ülmalmukra hajlik majd most a víz, de bízunk benne, hogy mivel az egy másik mérkőzés, egy másik versenynap lesz, így hozzá tudjuk tenni mi is majd a megszokott idegenbeli jó teljesítményünket, és bízunk benne, hogy talán egy győzelemmel most már haza tudunk térni. Még a hazai pályán nem is sikerült ebbe a bajnokságba győznünk, de idegenben tovább növelhetnénk az idegenbeli győzelmeink számát, de mindenképpen egy nagyon nehéz pályával rendelkeznek. Bízunk benne, hogy egy-két játékosunk, gondolok itt egy Szlomeszki Tibor, egy Hakker Dezsőre, aki most jó formábannak egy jó teljesítményt, hogyha kifognak, akkor a csapatfában is nagy segítség lehetne majd az ő jó teljesítményük, és reméljük, hogy egy győzelemmel térünk majd haza Nyíregyházára. Három megye képviseletében 7 csapat lépett pályára Nyíregyházán, a Zay Gimnázium tornacsarnokában, a speciális szakiskolák regionális foci tornáján. A mai rendezvényünket a Speciális Olimpiai Szövetség, a Magyar Labdarúgó Szövetség közös szervezésében tudtuk megrendezni. Regionális grassroots program, ahol 3 megye csapatai vesznek részt, és speciális szakiskolások tanulásban akadályozott tanulókkal. Első ilyen alkalom, ahol részt tudnak venni a speciális olimpia szervezésében, és nagyon örültünk annak, hogy minket, a szövetségünket kértek fel, hogy szervezzük meg ezt a teremlabdarúgó tornát, és nagy örömünkre 7 csapat tudott eljönni, és képviseli a megyét. Szolnok megyéből 3 csapat, Tiszaföldvár Homok egy csapattal, Karcagi általános iskola 2 csapatot hozott el, Hajdú megyéből
Hajdúböszörmény egy csapattal vesz részt, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is három csapat képviseli. Az Éltesmáty, a Nyírbátori Éltesmátyás általános iskola két csapatot hozott el, és a Nyíregyházi Göllesz Viktor általános iskola speciális szakiskolából is itt vannak egy csapattal. Lesz ennek a tornának valamilyen szinten folytatása? Igen, hát én remélem, hogy folytatódik, hiszen vannak tehetséges gyerekeink, sportolóink, hiszen a speciális szakiskolásoknak a FODISZ, a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidő Szövetsége minden évben megrendezi Baján a speciális szakiskolások atlétika versenyét és kispályás labdarúgó versenyét, de a speciális olimpia szövetségen belül lehetőségük van arra, hogy a nagyon tehetséges és jól sportoló gyerekek, ők részt vehetnek majd világjátékokon, hiszen a speciális olimpián ez egy nagy dolog. Én úgy gondolom, hogy nem csak az országot képviselik, hanem szűkebb hát megyéjüket, iskolájukat is, és ha már valamelyik gyerek ugye eljut egy ilyen versenyre, hazajön, azt hiszem, hogy az élményeket elmondja az iskolájába, és szinte lehet azt mondani, hogy maga mellé vesz gyerekeket, és szinte doppingolhatja arra, hogy minél többen hát mozogjanak, versenyezzenek, hiszen úgy érzem, hogy van értelme, és ők is megérdemlik, hogy világot lássanak, hiszen ők is szeretnek elsők lenni, szeretnek győzni, és nem mindig ugye a győzelem a fontos, hanem a részvét is, de ezeknek a gyerekeknek is szükségük van ilyen élményekre. Az év végéhez közeledünk, lesz-e még a hátralévő hetekben megyei szinten valamilyen hasonló rendezvény? Igen, kaptunk újabb felkérést, a szövetségünk másodikán lesz egy ugyanilyen, ehhez hasonló, csak itt már értelmileg akadályozott és felnőtt versenyzők fognak ugyanebbe az ESO-ban, tehát ugyanígy a speciális olimpiai szövetség szervezésében és az MLS támogatásával itt a Zai gimnáziumban lesz megrendezve a következő tornánk, ahol reméljük, hogy ugyanennyi csapattal, sőt az előző évekhez hasonlóan elmondhatom, hogy volt olyan rendezvényünk, ahol 11 csapat volt. És ők versenyeztek, és annyit el szeretnék még mondani, hogy itt ugye 7 csapat vesz részt, de a Speciális Olimpiai Szövetségnek van egy olyan versenyszabálya, hogy divíziókat játszanak a sportolók, és képességek szerint soroljuk be a divíziókba, és itt is nem csak egy első helyezett lesz, hanem mivel két divízióban játszanak, tehát két első, két második és harmadik, és lesz egy negyedik helyezett csapatunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!